Európában szervhiány van, és a transzplantációs várólisták folyamatosan nőnek. A szervátültetés a szervet megkapók életminőségének javítása mellett pénzt takarít meg az állami egészségügyi rendszerek számára. Például egy vese átültetett beteg évente 30 ezer euróval kevesebbe kerül Spanyolországnak, mint egy beteg, akit dializálni kell. Az EU tanácsának magyar elnöksége most készen áll egy új javaslat előterjesztésére. Az egyik ötlet a tagállamok közötti információcsere fokozása lehetne. Az egyik út az lesz, hogy átépjük a határokat, és megpróbálunk kommunikálni, és megfelelő kapcsolatokat szervezni más országokkal, amelyek lehetővé teszik a szervek cseréjét, a transzplantációt és a szervek beszerzésének felgyorsítását. A következő lehet a szervek szállítása. Rengeteg akadály van, amelyek megakadályozhatják a gyors szállítást, és ez ronthatja a szervátültetés minőségét is. Az Európai Unió szerv adományozási és szerv átültetési terve dolgozott ki 2009 és 2015 között, amely 21%-kal növelte az adományozást európai szinten. De még ezzel együtt is az adományozók aránya nagy mértékben eltér az egyes EU országok között. Spanyolországban 1 millió lakosra 47, Portugáliában 31,5 szervát ültetés jut évente, még Bulgáriában ez a szám 2,1, Cipruson pedig 3,3. A donorok számának növelésének egyik lehetősége az úgynevezett marginális donorok alkalmazása, vagyis az idősebb vagy rosszabb állapotban lévő szervek használata. Ez átmeneti megoldás lehet a várólisták lerövidítésére és a szervhiány pótlására. A klasszikus donor, ami korábban is létezett, a fiatal donor, aki valamilyen balesetet, közlekedési balesetet vagy hasonlót szenvedett el, de az életminőség, az utak biztonsága, a közlekedési módok és a járművek biztonsága miatt szinte eltűnt a látókörből, így ez most kivételnek számít. Ezen túlmenően egy másik ötlet az, hogy az olyan országoknak, mint Németország, módosítaniuk kellene a jogszabályaikat, hogy minden állampolgáruk donor legyen, ha csak ezzel ellenkezőleg nem nyilatkoznak. Ahogy ez már 18 országban, köztük Spanyolországban és Portugáliában is megtörtént.